Gőzerővel haladnak a szabadkai vasútállomás felújítási munkálatai. A peronok és a vasútállomás belterének építése is a tervek szerint történik. Kern Imre kiemelte, a lakosok örömére minden olyan állapotban lesz, mint valamikor volt. Szabadka alpolgármestere hozzátette, a vasútállomás és az egész projekt szeptemberre készülhet el. A próbaüzem is ekkor kezdődik, a menetrend szerinti közlekedés pedig december végén indulhat el. Kern Imre hozzátette, nagyon fontos, hogy egy héttel ezelőtt megállapodás született arról, hogy április végére a vasútállomás középső részének el kell készülnie. Ez az a rész, ahol a jegypénztár lesz. Faggyal kezdődött a csillagászati tavasz Vajdaságban. Több helyen -2, sőt -4 fokot is mértek hajnalban. Ez pedig komoly veszélyt jelent a virágzó barack és körtefákra. Az északbácskai termelők mindent megtettek a gyümölcsfák védelme érdekében. Hogy ez mennyire volt sikeres, egyelőre nem tudni, ugyanis a fagykárok csak néhány nap múlva lesznek láthatóak, mondták a gazdák. Lakner Edit 70 éves az Újvidéki Rádió hangjáték műsora és Jóda Rózsa Könyvek tengerében című alkotásait is bemutatták az Újvidéki Könyvvásáron. A Fórum Könyvkiadó Intézet kiadványai az Illetékes Tartományi Titkárság jóvoltából szerepeltek a könyvszalonon, ahová egyébként több mint 60 kiállító hozta el könyvtermését.